50 éves ünneplésre invitáljuk Önöket is, hiszen a Vasvári Pál Gimnázium énektagozata most már 50. születésnapját ünnepli. Vendégeink a Vasváriból érkeztek, Puskás Bernadett ugye tanári minőségben, és diákok is jönnek hamarosan, akik énekelni fognak. Mit jelent ez az iskola életében? Azért fél évszázad, gondolom, hogy vannak még olyanok, akik emlékeznek a kezdetekre, és valószínűleg ugye ez az 50 éves jubileum, ez sok-sok ünnepi alkalmat tartogat majd. Ez így van, 50 év nagyon hosszú idő, mi is most döbbenünk rá, amikor kolléganőimmel visszalapozgatjuk az elmúlt évek, évtizedek naplóit, és keressük, kutatjuk a végzett diákok neveit, és óriási élmény, meg kell mondjam, már az előkészületek is nagy élményt nyújtanak számunkra a kollégáimmal együtt. Izgalmas programok elé nézünk, tulajdonképpen a tanév jó része nekünk erről szól. Gondolom, hogy lesz bál, koncert, és minden, amivel ugye az 50 évre lehet emlékezni. Most viszont itt az advent időszakában azért a diákok is elsősorban ugye erre készültek. Hát most a komoly dolgokról és a tanulásról ne beszéljünk, mert azért itt nem sokára az érettség is eljön, és valóban gyorsan felgyorsulnak majd az események a téli szünet után. Hogy telik nálatok a karácsonyra való ráhangolódás? Amikor az első gyertyát meggyújtja mindenki, ez nálunk is megtörténik az iskolában. Ünneplőbe öltöztetjük az iskolát, az aulát berendezzük egy igazi hangulatos nappalivá. Ezt úgy kell elképzelni, kanapéval, kandallóval, természetesen feldíszített karácsonyfával. A gyerekek nagyon szeretnek itt üldögélni, beszélgetni szünetekben. Még a tanítás után is talán később indulnak haza, és itt maradnak egy kicsit felidézve már ezt az ünnepi hangulatot. Az osztálytermek szintén díszbe öltöznek ilyenkor, és természetesen mi több helyen is felléptünk már az elmúlt napokban, hetekben is. Milyen eseményeken vagytok túl, milyen nagyobb hangversenyeken, koncerteken? Jártunk a Csodavárban, ahová rendszeresen járunk minden évben, és szívesen adunk műsort és ajándékokat is a gyerekeknek. Rendszeresen járunk, és nagy örömmel tesszük a Szivárvány idősek otthonában való fellépéseink, mindig nagyon sikeresek, nagyon kedvelik a gyerekek is ezeket a fellépéseket, és túl vagyunk egy nagyszerű nyelvi karácsonyon, ahol az idegen nyelvi tagozatos gyerekek adnak műsort egymásnak tulajdonképpen, és túl vagyunk egy nagy karácsonyi ünnepségen, ahol az iskola színjátszóköre és a zenei tagozatos gyerekek léptek fel. Most ugye itt a zenei tagozat kapcsán egy picit beszélgessünk azokról a diákokról, akik valóban azért választják ezt az iskolát, mert esetleg már volt mondjuk valamilyen zenei képzettségük, vagy talán mondjuk 8. éppen kiderült, hogy valóban jó hangjuk van. Számít az, hogy valakinek van zenei előképzettsége? Vagy akár tényleg úgy is be lehet sétálni és felvételizni hozzátok, hogy valakinek nem volt mondjuk komolyabb szolfés vagy bármilyen hangszeres ismerete? Előfeltétel azért szükséges egy alapfokú zenei képzettség, tehát szóbeli felvételit is tartunk, ahol a hangszeres tudást is pontozzuk természetesen, zeneelméleti, illetve az énekléshez, szolfés tudáshoz kötődő feladataink is vannak ezen a felvételén. Tehát én azt gondolom, hogy szükséges egy alap ismeret. És ki választja tulajdonképpen a zenei tagozatot? Mert ugye gyakorlatilag ez egy általános gimnázium, mégsem egy művészeti iskola, nem egy konzervatórium például, de hát emelt óraszámban tanulják ugye magát ez a zenét. Van. Igen, tehát emelt óraszámban tanítjuk az énekzenét. Hogy kik választják, úgy is szoktuk hirdetni ezt a tagozatot egyébként, hogy aki szereti a zenét, aki szeretne ezzel egy kicsit többet foglalkozni, aki szeret szerepelni, színpadon fellépni, aki esetleg ilyen pályán gondolkodik, tehát szeretne tovább menni zenei pályán, mindenképpen ott a helyen állunk a Vasvári Pál Gimnáziumban. Ahogy említetted itt a beszélgetésünk elején, erre az 50. jubileumra készülődve ugye lapozgatjátok az évkönyveket,
és gondolom, hogy több olyan egykori vasváris fényképét láttátok már, aki éppen zenei vonalon kiemelkedőt teljesített. Most nem tudom, hogy készültél le erre a kérdésre, de tudnál-e ilyen neveket felsorolni, akiket akár a kedves nézők is ismernek, és ide jártok a Vasváriba? Természetesen, hát előkerültek a nevek, és folyamatosan előkerülnek. Helyi érdekeltségűek, akiket esetleg a városlakók is ismerhetnek, Herzko Tünde például, nagyszerű énekes, de megemlíthetem Kazár Pált, aki az elsők között végzett itt a Vasvári Pál Gimnázium énekzene tagozatán, illetve Moravszki Enikő, aki ma már Budapesten kápráztatja el a gyönyörű hangjával a közönséget, Szabó Andist, aki a Kőbányai Zenei Stúdió tanára ma már, Jenei Judit színművésznőt a Móri Zsigmond Színházból, azt hiszem a nézőknek nem kell bemutatni, számtalan nevek. De ha a Menta Projekt zenekart említem, többen végeztek a Vasváriban, például Csordás Antónia is, és a Bálon, amiről az előbb már említést tettél, például ők is fellépnek majd. És gondolom, hogy sok olyan fiatal van, aki akár kacérkodik azzal, hogy zenei pályára menjen, vagy valamelyik tehetségkutató versenyen próbálja a kis szárnyait verdesni. Hát nem egyedül jöttél, ugye diákokkal érkeztél, mit kell róluk tudni, mit fognak énekelni, és őket mondjuk, hát most nem tudom, hogy mennyire hallgatóznak, mennyire tartott tehetségesnek. Három leányzóval érkeztem most a műsorba. Giliga Noémia a legidősebb, ő 12-es végzős tanulója az iskolának. Én úgy tudom, remélem nem titkot árulok el, hogy ő óvodapedagógusnak készül például, ahová azt gondolom, hogy ugyanolyan fontos a zene, az ének. Noémi, illetve Tordai Emese a következő fellépő, Emese 11-es, mindketten többször indultak már városi megyei tehetségkutató versenyeken, és nagyon szép eredményeket értek el, tehát Emese a Like tehetségkutató verseny győztesei között van, egyénileg is, illetve a testvérével Tordai Dúó néven ismertek ők már a városban. A harmadik fellépő pedig még csak 9-es, úgyhogy ő még csak próbálgatja a szárnyait, szerintem nagyon szép hangja van, nagyon tehetséges, ő pedig Prekopcsák Janka, úgyhogy talán azt gondolom, hogy ő aki a legjobban izgul most a fellépés előtt, hiszen neki van a legkevesebb rutinja, de nagyon ügyesen megoldja a feladatokat. Hát előre is köszönjük, hogy eljöttek hozzánk a lányok, és hát tiszta szívvel hallgatjuk őket hamarosan. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük a lehetőséget, és kellemes ünnepeket kívánunk! Thank you.